Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Populizmussal vádolják baloldalról, tűzkeresztben a pécsi rezsitámogatási javaslatok. Nemzeti emlékhelyünk a magyar-horvát határ mentén, konferenciát tartottak Szigetváron. Közös földtani kutatások Chilével, a lítium és a hidrogén a középpontban. Hogyan készítik a cementet? Várták az érdeklődőket a királyegyházi üzemben. Populizmus. Így jellemezte a pécsi Fidesz rezsitámogatási javaslatát a baloldali városvezetés. Szerintük nem ezzel, hanem a kormányzati hitel törlesztésével kellene foglalkozni. Nincs pénz a városi kasszában, ezért ne ígérgessen a polgári oldal, írják közleményükben. A fideszes képviselő szerint éppen a baloldali hitelfelvétel lesz majd megterhelő a városnak, hiszen azt kamatostól kell visszafizetni. Populistának nevezte a baloldali városvezetői oldal a pécsi Fidesz frakció szociális rezsitámogatási javaslatát, illetve a kis vállalkozásoknak javasolt bérleti díjkedvezményt, amit az önkormányzattól bérelt ingatlanoknál érvényesítenének. Ez a csomag mintegy 100 millióba kerülne a Baranyai megyeszékhelynek. A Pécs jövője frakció szövetsége a javaslatra reagálva közleményt adott ki. Ebben azt írják, a helyi fideszesek a populista szólamok helyett lépjenek végre a tettek mezejére, és kezdjenek el lobbizni saját kormányoknál azért, hogy érdemi segítséget kapjanak a pécsiek. Tippjük is van, a Fidesz által okozott adósság idei 1,75 milliárd forintos törlesztő részletének elengedése, esetleg átütemezése például jó irány lenne, írják a közleményben. Erről kérdeztük a Költségvetés és Gazdasági Bizottság fideszes tagját. Polgármester úr szerint a 8,5 milliárdos állami támogatás, amit a városnak ugyan valóban vissza kell fizetnie 0%-os kamat mellett, ez egy óriási teher, azaz ennél nagyságrendekkel nagyobb, most már mint egy 9 milliárd forintot számláló EIB hitel, amit polgármester úr és Ruzsa Csaba irányítása alatt vettek föl 2019 óta, az pedig ugye 3-4%-os kamat mellett visszafizetendő az Európai Beruházási Bank részére. Vagyis sokkal többe fog kerülni a baloldali hitelfelvétel, mint az, amit még az előző városvezetés kapott, mondja Barkóczi Csaba. Tehát én azt gondolom, hogy hitelügyekbe Péter Fi Attila nem utogasson az előző városvezetésre és a Fideszre, inkább a saját költekezéseit próbálja meg visszafogni, főleg úgy, hogy annak tükrébe kell folyamatosan hiteleket fölvenni a városnak, hogy ő hiányról beszél, de a saját barátai fizetését azt éves szinten milliókkal emeli meg. Gondolok itt a vagyonhasznosító, a Biocom és más városi cégek, intézmények igazgatóinak béremelésére, melyek polgármester úrhoz kötődnek. A baloldali közlemény nem részletezi a rezsicsökkentő javaslatokat, csak a hitelfizetést emeli ki. Mint ismert, a pécsi fideszes javaslat szerint, akik átlag felett fogyasztanak gázt 15 000 forinttal, a villany után 5 000 forinttal támogatnák havonta, míg a tűzifát használóknak egyszeri 75 000 forintos támogatást nyújtanának. Az egyedül élőket, a gyermeküket, gyermekeiket, egyedülnevelőket, a legalább 4 gyermeket nevelő családosokat támogatták volna így. Azonban a javaslat nem került a pécsi közgyűlés napirendjére, így nem tárgyalnak róla szeptember 20-án. További 4 embernél igazolták a majomhimlő fertőzést, így 75-re nőtt a Magyarországon diagnosztizált esetek száma, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az új fertőzöttek 36 és 42 év közötti férfiak általános állapota megfelelő, kórházi kezelés egyikük esetében sem szükséges, otthonukban tartózkodnak elkülönítve. A területileg illetékes járványügyi hatóság valamennyi betegnél járványügyi vizsgálatot, ennek keretében kontaktkutatást végez. Az NNK azt kéri, hogy kiütéssel járó megbetegedés esetén mindig mindenki forduljon orvoshoz. Korlátozza a szabad mozgásban a pécsieket a Pride, hiszen utcákat zárnak le, így módosítani kell a buszjáratok útját, az autók parkolását, mondja a belváros képviselője. Kővár János azt javasolja, hogy a vonulással érintett területek lakói érdeklődjenek előzetesen a szombati eseményhez köthető változásokról. A politikus szerint, bár vendégségben lesznek itt a résztvevők, a szervezők mégsem veszik figyelembe a helyiek közlekedési igényeit.
Nagyobb területet, több utcát érint az idei Pécsi Pride, így több helyi közlekedését, lakhelyének megközelítését nehezíti meg a vonulás, mondja a belváros képviselője. Én arra kérek minden pécsi polgárt, a belvárosiakat és a mecsek oldaliakat különösen, hogy szombaton tájékozódjanak a buszközlekedésről, az autós közlekedés lehetőségeiről, sőt arról is, hogy nem állnak-e olyan helyen, ahol egyébként el fogják szárítani az autójukat a vonulás miatt. Hát arra kérem a pécsieket, hogy legyenek körültekintőek, nézzék meg, hogy milyen közlekedési lehetőségek lesznek, és kérem a türelmüket. A szervezők miután nem veszik figyelembe a kérésüket, nincs más lehetőségünk nekünk pécsieknek, mint hogy elviseljük ezt a provokációt. Kővár János azt mondja, a szombati Pride felvonulás olyan helyszíneket is érint majd, ahol gyerekprogramok lesznek éppen. Ráadásul a Tettyén a rendezvény zárásaként több órás programot tartanak, ami a helyi játszótér közelében lesz. A képviselő erre is felhívta a figyelmet. Az idei év első 8 hónapjában 27%-kal több magyar járt Horvátországba, mint tavaly, a vendégészakák száma pedig 19%-kal növekedett 2021-hez képest, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviseletének igazgatója pénteken Budapesten sajtótájékoztatón. Ivana Herceg elmondta, augusztus végéig 522 000 magyar vendég 2732 000 éjszakát töltött az adriai államban. Tavaly az év első 8 hónapjában 409 000 magyar turista esetében 2302 000 vendégészakát regisztráltak. Nemzeti emlékhelyeink területfejlesztési jelentősége a magyar-horvát határ mentén volt a címe annak a közös konferenciának, amelyet a szigetvári Vigadóban tartottak pénteken. Megnyitó beszédében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hangsúlyozta, alulról szerveződve, a civileket bevonva újra kell építeni a magyar-horvát kapcsolatot. A hagyományoknak különleges szerepük van az egyes közösségek életében. Zrínyi Miklós a politikus, katona és költő születésének 400. évfordulóját, a 2020-as esztendőt emlékévvé nyilvánította az országgyűlés, ami ugyan a pandémia árnyékában telt, mégis az események már jelezték, hogy a horvát és a magyar társadalom egyaránt pozitívan emlékezik a közös múltra. Nemzeti emlékhelyeink területfejlesztési jelentősége a magyar-horvát határ mentén címmel szeptember 16-án konferenciát tartottak Szigetváron. Megnyitó beszédében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a magyar-horvát kapcsolatok újraépítésének fontosságáról beszélt, melynek egyik alapja lehet a közös zrínyi kultusz. Nem tudjuk eléggé megbecsülni azoknak a civil szervezeteknek az akaratát és lendületét, akik mindig a semmiből próbálják újra szülni és újraépíteni a magyar-horvát kapcsolatokat. Nem tudjuk eléggé becsülni azokat a történészeket, azokat a gazdasági szakembereket, azokat a kultúra szervezőket, akik nem csüggednek el a pillanatnyi sikertelenségektől, hanem mindig újra nekirugaszkodnak. És most ez a konferencia is egy ilyen nekirugaszkodás. A konferencia első előadója Sokcsevics Dénes történész kroatista, a Zágrábi Magyar Kulturális Intézet korábbi igazgatója volt, aki arról beszélt, miként őrizték meg a szigetvári hős horvátországi kultuszát a 19. századtól egészen napjainkig. A bevezető előadásként az zrínyiek horvát és magyar kultuszáról fogok beszélni, arról, hogy mit jelent ennek az zrínyiek a horvátoknak és magyaroknak a történelemben, a múltban és a jelenben, és hogy milyen lehetőségek vannak ebben, hogyha sikerülne az UNESCO szellemi világörökség részévé tenni magyarok-horvátok kezdeményezésére az zrínyi örökséget. A Szigetváron ma is élő zrínyi kultusz jó példája annak, hogy egy közösség csak nem két évszázada, különféle történelmi korszakokon átívelve, hogyan ápolja hőse emlékét. A zrínyi kultusz a Baranya megyei értéktárba is bekerült. Lineáris gyorsító megvásárlására nyert el vissza nem térítendő 800 millió forintos támogatást a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézete. A Széchenyi 2020 program keretében beszerzendő modern eszközzel akár 80 daganatos beteg kezelését is el tudják végezni naponta. A projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, áll a Pécsi Tudományegyetem közleményében. A fejlesztés nem csak eszközbeszerzést jelent, ugyanis az új eszköz
érkezését elő is kell készíteni a hatékony működés érdekében. Ennek megfelelően felújítják azt a kezelőhelységet, ahová az eszköz kerülni fog. A tervek szerint 2023 őszén végezhetik el Pécsett az első kezeléseket az új lineáris gyorsítóval. Chilei szakembert fogadott az alkalmazott földtudományi klaszter Baranya megyében, hogy a hidrogéntárolással hasznosítással, valamint a lítiumkutatással kapcsolatos együttműködési lehetőségekről egyeztessenek. A dél-amerikai ország jelentős lítiumkészletekkel rendelkezik. Ez az anyag az akkumulátorgyártás alapját jelenti, a hidrogén pedig a jövő energiahordozója, ezért is fontos lehet a két ország szakembereinek közös munkája, együttműködése. Egy földmintát elemeznek a laboratóriumban, kővágószőlősön működik az a cég, ahol egy chilei szakembert fogadtak pénteken. Nagyon fontos az együttműködés a két ország között, mert mindannyian ugyanazon az úton járunk. A lítium kutatás és a hidrogén kutatás kiugrási lehetőséget jelenthet mindkét ország számára. Ezért nagyon kifizetődő lehet, ha együttműködünk a különböző technológiák kifejlesztésében. Az együttműködés hasznos lehet mind a két országnak. A lehetőségekről, helyi cégekkel, az egyetemmel való kapcsolatról egyeztettek pénteken. Chile egy rendkívül fejlett országnak számít Dél-Amerikában, és nemzetközi szinten is jól ismert a lítium termelése kimagasló. Hatalmas lítium potenciállal rendelkezik, megújuló energiában gondolkodik, hidrogén elhelyezésben, hidrogén tárolásban, hidrogén felhasználásban gondolkodik hosszú távon, úgyhogy ezek a témák átfednek azokkal a témákkal, amivel mi is foglalkozunk. A lítium az akkumulátorgyártás alapanyaga lesz a jövőben is, ezért fontos, hogy ezen a területen jelen legyenek magyar cégek, kutatók, mondja Fedor Ferenc. A hidrogén pedig a jövő energiahordozója, aminek a tárolásával kapcsolatban végez kutatásokat a baranyai cég is. Így kapcsolódhatnak a chilei partnerek munkájához. A Pécsi Egyházmegyei Hivatal a szélsőséges kedvezőtlen időjárás előrejelzés miatt szeptember 17-én a Bátai Szentvérkegyhelyre szervezett gyalogos zarándoklat eredeti programját, a zarándokok testi épségét, illetve a tömegrendezvényekre vonatkozó előírásokat szem előtt tartva módosítja. Az eredetileg mohácsi és bátaszéki helyszínekről tervezett közös indulás, illetve a menetkíséréssel egybekötött gyalogos, illetve kerékpáros zarándoklat nem kerül megtartásra, azonban a Szentvérkegyhelyre szervezett programokra szentmise, szentségimádás, kiállítás megnyitó sor kerül. Hogyan működik a cementgyár? Milyen folyamatokat kell felügyelniük, ellenőrizniük a szakembereknek? Ezekre a kérdésekre kaptak válaszokat többek között a látogatók Királyegyházán pénteken. Nyílt napot tartottak a Lafarge-nál, ahol előzetes regisztráció alapján várták az érdeklődőket. Dolgozik az ipari robot a királyegyházi cementgyárban, mintákat tesztel, elemez. Ez pedig már az irányító központ, ahol az egész üzem működését figyelemmel kísérhetik a szakemberek. Ezeket is megnézhették a látogatók pénteken, ugyanis nyílt napot tartottak a gyárban. Közel 200-an jöttek el, regisztrált résztvevőnk volt, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöhettek, megismerhették a fenntarthatósági céljainkat, hogy mitől is lehet zöld környezetkímélő a cementgyártás. Bár rossz idő volt, mégis a kis vonattal nagyon sokan körbe tudtak menni, megnézhették a teljes gyárterületet, illetve a laboratóriumban Walterrel, a mintavételező robotunkkal találkozhattak a nyílt nap résztvevői. Jótékonysági futóversenyt is terveztek erre a napra, azonban a rossz idő miatt ezt elhalasztották. Így a gyárlátogatás, az üzem bemutatása volt a középpontban a pénteki napon. A régió híreivel folytatjuk. 5 milliárd forintos beruházást adtak át Szekszárdon. A Tolnatej ZRT egy új korszerű üzemrésszel bővült, amely 20 millió kilogramm sajt előállítására lesz alkalmas évente. Ezzel a Tolle lett Közép-Európa legnagyobb kapacitású sajtgyártó üzeme. Közép-Európában nincs még egy ilyen sajtüzem, mint amit a szekszárdi Tolle létrehozott. Az ünnepélyes átadóra szeptember 15-én került sor. Koller Attila ügyvezető igazgató elmondta, nagy mérföldkő ez a cég életében. Az új komplexum évi 20 millió kilogramm sajt előállítására képes,
kielégítve nem csak a jelen, de az elkövetkezendő évek folyamatosan szigorodó minőségi és élelmiszerbiztonsági követelményeit is. A közel 5,5 milliárd forintos beruházás keretében létrejött üzem képes lesz választ adni a modern kor kihívásaira, hiszen teljesen automatizált gépsorai segítségével hatékonyan használja fel az egyre szűkösebben rendelkezésre álló erőforrásokat. Az ügyvezető hozzátette, nem tudták volna megvalósítani a fejlesztéseket, ha a magyar állam nem támogatta volna őket. Az átadón Varga Mihály pénzügyminiszter is részt vett, aki emlékeztetett, évek óta figyelmet fordítanak a hazai termelés növekedésére. Az élelmiszeriparban megvalósuló fejlesztések is növekedtek, és nagyon bízunk benne, hogy az a rekord eredmény, amit 2022 első fél évében elértek, összesen 172 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, az a következő hónapokban és a következő években fog majd, ahogy itt István is mondta, megmutatkozni, hiszen a ma beruházásai adják a jövő eredményeit és sikereit. Az eseményen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, a Tolna Tej ZRT Magyarország legmeghatározóbb tejipari vállalata, mely folyamatosan fejlődik. A vállalatnak talán a legnagyobb beruházásának vagyunk a közepén, egy több mint 16 milliárdos fejlesztésnek a közepén, amely beruházás azt célozza, hogy a vállalat a legnagyobb hozzáadott értéket adja a termékeibe, és nekünk fogyasztóknak az asztalára a lehető legjobb minőségű sajtkészítmények kerüljenek. A projekt következő részeként egy új érlelő és csomagoló csarnokot hoznak létre, és a tejfeldolgozáshoz szükséges technológiát is korszerűsítik majd. Kevesebb baleset az utakon, kevesebb bűncselekmény, összességében eredményesnek és sikeresnek értékelte a Balatoni Koordinációs Közbiztonsági Bizottság a nyári idegenforgalmi szezont. A nagy rendezvények is biztonságban zajlottak. A Balatoni Közbiztonság minden évben kiemelt figyelmet kap a nyári idegenforgalmi szezon idején. A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottságot ebben az évben a Somogy megyei rendőrfőkapitányság vezette. A szezon végi értékelőn az érintett kapitányságok vezetői kifejezetten eredményesnek és jónak értékelték közbiztonsági szempontból az idei nyarat. Olyan közbiztonsági körülményeket tudtunk szavatolni polgárőrökkel és azokkal a közbiztonsági érdekében együttműködőkkel, akikkel minden évben dolgozunk, hogy a helyi lakosság, az ideje látogató magyar és külföldi turisták biztonságban érezhették magukat, és visszajelzések alapján biztonságban is érezték magukat. De nem csak a szubjektív biztonságérzet fontos, hanem az is fontos, hogy megnézzük, hogy mennyi bűncselekményt követtek el egy-egy évben, illetve milyen volt a közlekedés baleseti helyzet, és ebben az évben a korábbi évekhez képest csökkent a bűncselekmények száma, illetve kevesebb olyan közlekedési baleset történt, aminek sérüléssel járó kimenetele volt. A szezonokra nem lehet sablonosan készülni, hiszen minden év más, fogalmazott Somogy megye rendőrfőkapitánya értékelésében. Molnár Gábor dandártábornok elmondta, a tavalyi évhez képest csökkent a közúti balesetek, a vízbefulladások száma, valamint a siófoki Petőfi sétányon is jóval kevesebb volt a bűncselekmény. Az előző két év az pandémiás év volt, ennek ellenére rengeteg turista volt a Balatonnál. Az idei évben viszont már ugye a pandémiát talán mögött hagytuk, visszatértek a nagy fesztiválok, visszatért a turisták, külföldi turisták jó része. Pontos adataink nincsenek, június-július alapján látszik, hogy nőtt a vendégészakák száma a Balatonnál. Valószínűleg az augusztus, mert az augusztus mi sokkal erősebbnek éreztük egyébként, mint a június-júliust. Általam az utóbbi időben nem látott, a soha az túlzás, de általam nem látott mennyiségű német turista volt például a Balatonnál, ami természetesen megfelelő intézkedéseket, megfelelő döntéseket várt el tőlünk. A célunk az volt, amit az Országos Rendőrfőkapitányság vezetése meghatározott mindnyájunk számára, hogy szélsőségektől mentes közbiztonságot teremtsünk meg, nem csak a bűncselekmények tekintetében, a bűnmegelőzésre fókuszáljunk, ha nem lehet, akkor ugye ha már nem tudtuk megelőzni, akkor az elkövetőket fogjuk el, hanem a közlekedés biztonságra is fokozottan figyeljünk oda, illetve a vízbiztonságra, ami természetesen
megint rendkívül fontos. A nagy rendezvényeken is kevesebb bűncselekmény történt. A fesztiválok biztosításában a készenléti rendőrség gyalogos, kutyás és lovas egységei is segítséget nyújtottak, és jól vizsgázott a nyár elején Siófokon megnyílt áldozatsegítő központ is. A vízbefulladások száma is mérséklődött, tavaly 14-en, idén 11-en vesztették életüket a Balatonban. A csökkenés örvendetes, ám ahogy a szakemberek fogalmaznak, minden emberélet hatalmas veszteség, így a következő szezonban is nagy hangsúlyt fektetnek majd a felvilágosító kampányokra, a megelőzésre. 2006 óta hagyományosan a szekszárdi szüreti napok nyitó programja a Szeretet lángja elnevezésű összefogás, melynek keretein belül a segítséggel élő fiatalok színpadi előadását tekinthetik meg a kilátogatók. Idén vakvezető kutya bemutatóval, ügyességi játékokkal és kézműves foglalkozással várták az érdeklődőket. Mindannyian mások vagyunk, bár egyben másban hasonlítunk. Az idei szekszárdi szüreti napok alkalmával ismét fellobbant a Szeretet lángja elnevezésű programsorozat, mely hagyományosan a fesztivál nyitó programjának számít már hosszú évek óta. A Szent István téren felállított színpadon 2 órás összeállítást tekinthettek meg az érdeklődők a segítséggel élő fiatalok előadásában. Közös énekléssel és gyertyagyújtással kezdődött a nyitó ünnepség, amit egy mesés színpadi darab követett. Az előadásokon többek között a Hétszínvilág és a Belecskai Otthon lakói vettek részt. Az egyesületünk, a Vakok és Gyengelátok Tolna megyei egyesülete már hosszú évek óta felvállalta ennek a programnak a megszervezését, hiszen nem szabad hagyni, hogy ez a láng elaludjon. Az országban ez egy kiemelkedő rendezvénynek számít, hiszen hasonló rendezvény, ahol a fogyatékkal élők, segítséggel élők és a barátaik együtt lépnek fel színpadon, külön rendezvény nem, tehát nem valósul meg folyamatosan minden évben. A kulturális és zenés műsorokon kívül fejlesztő és ügyességi játékok is gondoskodtak a jó hangulatról és a szórakozásról. A kézműves foglalkozások keretein belül pedig lehetőséget biztosítottak mindenki számára, hogy megtanulja az origami, vagy más néven a papírhajtogatás alapjait. Tulajdonképpen annyira nem ördögtől való, bár voltak nekem is fenntartásaim, vagy hogy is mondjam, kételkedtem egy kicsit magamban, hogy meg tudom-e csinálni, de aztán végül is... Petőfi Sándor, úgy ment. Úgy alakult. A színpadi darabok bemutatásában és a felkészítő munkában számos pedagógus is részt vett, akiknek köszönhetően a segítséggel élő fiatalok is megtapasztalhatták, milyen is közösség előtt szerepelni. Pályázatot hirdett Paks önkormányzata a fiatal szakképzett pályakezdők helyben történő letelepedésének támogatására. Az egyszeri pénzintézet útján felhasználható visszanemtérítendő helyi támogatás, lakás, családi ház vagy építési telek vásárlására, vagy lakás, családi ház építésére szól. Múlt hét kedden határozott a Humánpolitikai Bizottság arról, hogy pályázatot ír ki ősszel a fiatal szakképzett pályakezdők letelepedésére, most is igényelhetnek támogatást az érintettek. A pályázat az ülést követően meg is jelent, mondta korábban a grémium vezetője. A szakképzett fiatalok letelepedésére maradt 16 millió forintunk. Ez a pályázati felhívás a mai napon már megjelent. Ez egyszeri pénzintézeten keresztül igénybe vehető támogatás lakásvásárlásra, illetve telekvásárlásra. Számos feltétele van annak, hogy valaki sikeresen pályázzon, hívja fel a figyelmet a humán osztály vezetője. Péterné Ikerivet szerint a támogatást 40 év alattiak igényelhetik, olyan személyek, akiknek a munkahelye Pakson van. A pályázatnak 5 éves fenntartási ideje van, sikeres pályázat esetén 5 éven át vizsgálja az önkormányzat azt, hogy fenntartja a paksi munkahelyet, illetve hogy az adott ingatlan nem adta el. A bizottság a bírálat során előnyben részesítheti azon pályázókat, akik első saját tulajdonú ingatlant vásárolnak vagy építenek. A pályázathoz adatlap kitöltése szükséges, hozzá pedig csatolni kell a szükséges dokumentumokat. Egy-egy pályázó 750 ezer forintos maximális támogatást kaphat. A humán osztály vezetője szerint fontos figyelni arra is, hogy a bizottság már nem tud támogatást adni akkor, ha az ingatlan teljes vételárát már kifizették a pályázók.
Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Populizmussal vádolják baloldalról, tűzkeresztben a pécsi rezsitámogatási javaslatok. Nemzeti emlékhelyünk a magyar-horvát határ mentén. Konferenciát tartottak Szigetváron. Közös földtani kutatások Chilével, a lítium és a hidrogén a középpontban. Hogyan készítik a cementet? Várták az érdeklődőket a királyegyházi üzemben. Szombaton a borongós időben eleinte többfelé, majd főként délen, késő délutántól pedig ismét egyre többfelé várható csendes eső, zápor. Az északnyugati szelet élénk, északnyugaton, majd estétől máshol is erős lökések kísérhetik. Vasárnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, de elszórtan továbbra is lehetnek záporok, északkeleten néhol zivatar. A hőmérséklet hétvégén reggelente 7-13, napközben 13-19 fok között várható. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!